Üdvözlök mindenkit. Hát, aki nem ismer, Küzmös György vagyok. Nekem az UvaTerv az első munkahelyem, és jelenleg is ott dolgozom. Tehát itt vannak volt kollégáim, és van egy pár a jelenlegi kollégám is. Tehát a geodéziai számítások, tehát mint a Jancsóné kolléganőnk elmesélte, hogy milyen szakterületek voltak, a geodézia számítás, hát az egy a építés tervezés egy fontos terület. Annak idején ez nem én voltam a felelőse, sajnos a kolléganő már nem él, de én csak részben vettem részt. Tehát miért nem lép előre? Ja, igen. Tehát a geodéziai számításoknak, hát már időcsúszásban vagyunk, még megpróbálok majd rövidíteni egy kicsit, amennyit tudok. Tehát itt is egy ilyen időrendi áttekintés, tehát az első időben még ilyen háromszögelés, meg mechanikus számológépek, de a mérések is ilyen mechanikus távolság, hát voltak már ilyen szögmérések, tehát a különböző adottak bizonyos ismert pontok, és azokhoz viszonyítva a távolságokat, magasságokat, tehát helyszínrajzi és magasságilag kell meghatározni a tervezési területen a úgynevezett koordinátajegyzéket. Akkor később már megjelentek ezek a radarnerven működő távmérések, automata regisztrált adatok, velük párhuzamosan fejlődött a számítástechnika is, a GIR System 4, a már előzőnek is ismertetett. És akkor egy idő után az UvaTervnek saját gépei, berendezései voltak. Hát itt felsoroltam, mert a geodézia fontos volt, hogy milyen számítógép van és milyen mérőműszer van már. Menjünk tovább. Hát ezt a rajzot már látták, tehát amit én csak azért... Itt van ez a központi egység, ami ilyen négy rekeszes valami nagy szekrény, amiben volt 128 kilobájt. És abból a 128 kilobájtból az operációs rendszer kb. 28 kilobájt, és maximum 48-100 kilobájtos programokkal csináltuk mindezt, ami itt látható. Itt van az a bizonyos Wild TC-s mérőműszer, tehát ez a TPS, tehát itt már látszik hogy a fejlődés, hogy már már a régi rendszerben úgy volt, hogy leadott az ember egy adatlapot, másnapra az adatrögzítő csoport rögzítette, és kapott valami eredményt, ha volt adathiba, akkor még egyszer is egy napok alatt jutott el egy táblázathoz, vagy később majd egy rajzhoz. Tehát ez a geodéziai számítások programrendszer, ilyen sikrajzi geodéziai számítások, tehát ez a különböző mérőműszereknek megfelelő és a feladatnak megfelelő programrészekből áll. Tehát ez a rendszer, úgy mondjuk az R20, az ESR gépnek megfelelő rendszer, ott még igazából mágnes lemezünk se volt annyi, hogy az adatbázisainkat mágnes lemezen tároljuk, inkább mágnes szalagos rendszerünk voltak. Na most itt egyet emelnék ki, ez a digitális terepmodell. Tehát a műszerekkel fölvett pontokra, kész koordinátákra, tehát véletlenszerűen fölvett pontokra kellett igazából terepmodellt előállítanunk. Tehát ahhoz, hogy egy felületet meghatározunk, akkor arra háromszögeket kellett generálni, akkor a háromszög hálózaton már egy sikkal elmetszettük a háromszöget, akkor már bizonyos pontoknak a magasságát, vagy bizonyos ilyen nagy felületeknél raszterekre kellett, tehát nézethálóba kellett meghatározni a földmunkás, stb. Tehát ilyen feladatunk is volt. Ott is meg kellett határozni a magasságot, és a szintzonál interpolálás háromszög hálózaton, ugyanúgy a raszteres hálózaton feladatunk volt. Na most ezek a rendszerárak, programábrák így néha felrők, mert egyekeztünk a régi tervezés ismertetőkben, hogy ből szkennerezni, tehát ezért némelyik ferdére sikerült. Tehát itt
Ez a mágnes szalagos rendszer, tehát látszik, hogy sok milyen feladatokat végeztünk, a száma, lyukkártyán olvastuk az adatokat, és külön még itt a VTC-nek már volt egy saját mágnes kazettás egysége, azt kellett beolvasni, amit, és akkor utána egy koordinátjegyzék adatbázisra került, és akkor a különböző programok egymást onnan olvasták már az adatokat, és továbbadták a koordinátjegyzéket a különböző tervező rendszereknek. Hát nyilván mindenhez kellett geodézi adat. Ez hát úgy hasonló rendszer, egy kicsit felejtem, már itt a mivel jóval gyorsabb volt, amikor az adatbázis ez már mágnes lemezen volt. Egy pár mintát mutatnék abból az időből, tehát hogy különböző műszerekkel fölvett pontoknál, amikor már rendelkezésre álltak a rajzgépek, akkor össze lehetett kötni pontokat közint, és ezeket átadtuk a tervezőknek, hát nyilván ez egy, már egy, úgy néz ki, hogy egy útnak a koronája vagy a szélessége, a bizonyos épületek, és hát nyilván az útnak, nem tudom, hogy mindenkinek ismerős, tehát út-vasútnak a nyomvonalát úgy kell megtervezni, hogy minél kevesebb színvonalat tervezze, tehát hogy vízszintesen, függőlegesen a nyomvonalvezetés optimális legyen, tehát ezt alátette akkor még Pauszon terveztek a kollégák, úszták meg a tervezték meg különböző autópályákat. Tehát ezen az R20-szal mi terveztük autópályákat. Tehát M1, M3, M5, M7 autók felmérés kisajátítási munkái. És ugyanakkor hát mondjuk meg kell említeni a ilyen nagy, például Tiszahidak. Most jelenleg már GPS-es mérőműszerek vannak, de vannak bizonyos feladatok, például egy hídnál az elmozdulást, azt meg kell mérni még ilyen helyszínen, nyilván már nem ilyen mechanikusan. Mondjuk a M3 metrónál most már létezik egy olyan mérőkocsi, hogy végigmegy a sínen, és akkor az összes ilyen magassági, meg helyszínre az adatát már rögzíti, és akkor arra már nyugodtan lehet tervezni. De hát ebben az időben még ilyen mechanikus, első időben mechanikus számítógéppel, mechanikus műszerekkel, mérőszalaga, stb. Ből kellett mindezt a feladatot. Azok a tervek elkészültek, és szerintem nem is rossz minőségben. Az irodalom, hát a programcsomag, a különböző programcsomagoknak a dokumentációi rendelkezésre állnak, ezek mind nyomtatva állnak, mert akkor még ezek hát írógéppel készültek, vagy úgy a akkori hagyományos eszközzel. Ezekkel az UATER-nek léteztek ezek a műszaki közlemények, akkor még évente legalább egy volt, amikor kettő is, az különböző tervezési feladatokról. Ugyanez az előadáshoz csaptuk hozzá a repülőtér tervezést. Tehát azért, mert van az a bizonyos nagy tömegű földmunkatervezés, abban az időben képült a mostani Liszt-Ferenc repülőtér 2-es kifutópálya, és a nagy feladat volt ott a földmunka, a számítás, optimalizálás. És a repülőtér tervezésnél nem csak ilyen tereprendezési munkáink voltak, zajszámítást, a felszálló gépeknek a zaj izogörbét meg kellett határozni, tehát meg kellett határozni, hogy a gép milyen magas, milyen felszebb szálljon föl, hogy lehetőleg a főleg vecsés térségében a zajhatást valamennyire minimizáljuk. Tehát az ICAO-nak minősíteni kellett a repülőtereket, állapotjelzéseket, stb. Meg kellett határozni ezt a PCN-t, stb. Tehát ismertetném inkább elsősorban ezt a nagyfolytű tereprendezést. Tehát ez is egy ilyen lyukkártyás, mágnesszalagos rendszer, ami terepadatot vitt föl, pályadatot, adatot, tömegszámítás, tömegeloszlás számolt, szállítás optimalizált és rajzokat készített. Tehát a terepadat az a nézet rá, csak amely az ábrán a
terapadat, pályadatot és töltőkszámot, elosztást, ezek a programrészek vannak. Tehát itt van egy ilyen akkori rajz. Tehát a terapadat az a kis nézetrácsok, tehát azokban a pontokban kellett meghatározni, vagy megadni ennek a rendszernek valamilyen formában, vagy keresztszervénye, vagy rácspontok magasságait a pontokat, és ugyanúgy meg kellett hozni a pályadatokat, és akkor meghatározta a nullvonalat. A nagyobb hálózat az a tömegelosztó rendszer, tehát a nagy nézeten belül ott a helyi, tehát nyilván a technológia is más volt, és amikor nagyobb távolságra kellett szállítani, tehát ott, itt ez egy, a, nem tudom, ez ismerős a szállítási feladata, amikor egy lineáris programozási feladat, hogy optimálisan meghatározta itt látszik az, hogy ezeken a nézetrácsokon megvan a terepadat, pályadat, és akkor a terepszint, pályaszint elmetszettük, és akkor ezen a jobb oldali ábrán látszik, hogy ilyen terep és a pályaszínnek a meccés ilyen csonkagúlák, torzékek térfogatából állt elő. Tehát a számítás az első lépésben, hogy a pályasíkot, a tervezett pályasíkot emeltük, sűjesztettük egy egyszerűsített lényegében a magasságkülönbségek összegével, kerestünk egy optimális hát így, egyenlegre törekvő pályasíkot kerestünk. A tömegszámítást, amit már mondtam, elosztás, azt is az előbb már mondtam, tehát ez a szállítási, lényegében egy szállítási feladat. Hát az eredmény, a dokumentáció, ez egy francia táblázat, nem tudom, hogy mennyire látszik, mert valamelyik észak-afrikai export munkához készült. Hát a rajz eredmény tehát rácsonként a töltés, bevágás, a nullvonal, és akkor ezt a helyszínen megkapták a mérnökök, akik ezeket a scrapereket, a fölmunkagépeket kezelték, és ennek megfelelően. Hát volt olyan szakember, tehát ilyen gépkezelő, aki ennél jobbat talált. Már abban az időben is. Tehát az irodalom hasonlóan, mint itt is, a különböző programcsomagoknak a rendszeri, az műszaki közlemények, és hát még a UVATER-nek volt egy saját újságja, és abban is néha voltak valami ismertetők. Hát köszönöm figyelmüket, azt hiszem, hogy sikerült rövidebbnek lennem, és akkor a Györgyike megint a következő. És ha valami kérdés van, akkor a végén majd esetleg valakit